És mondjuk itt van még két dolog, a munka meg a pénz, ez összefügg. Tehát akármennyire le van járatva az a szó, hogy munka, abból van a pénz. Most, hogy az fizikai munka, vagy szellemi munka, vagy ennek a keveréke, ez ebből a szempontból részletkérdés. De munka a szellemi munka is. Ami azt jelenti, hogy gondold végig, ha te olyan munkát szeretnél végezni, amit szeretettel tudsz csinálni, tehát szeretsz, és elég pénzt szeretnél, oké, kapni azért, vagy hozzájutni ahhoz, elég pénzt szeretnél hozzájutni, ott is benne van a szeretnél, akkor lehet azt csinálni, mint alkalmazottként csinálod, hogy nincs elég pénzed, nem igazán szereted a munkádat, tehát ez a kettő ritkán jön össze, hogy valakinek van elég pénz, alkalmazottként ritkán jön össze, hogy van elég pénze, és kap elég szeretetet. Oké? A munkájában, tehát ugye szereti a munkáját. Ez ritka, hogy pénz is elég, és szereti is a munkáját. Na most, nézzük tovább. Ahhoz, hogy ez rendben legyen, az alkalmazottoknál tudod, miért nincs rendben? Mert nem az a dolguk, hogy a munkájukban a szeretetet működtessék. Nem ez a dolguk. Nem ez a dolg. És ezáltal, mivel nem kell működtetniük a szeretetet, nem működtetik a szeretetet, nincs elég pénzük. Ez így működik. Mert ha valakinek szeretettel adsz olyan dolgot, amire neki szüksége van, akkor ő, ha ő tisztességes ember, akkor fog neked cserét adni. És az a csere manapság úgy hívják, hogy pénz. Oké? És az alkalmazotti létben, illetve a kényszervállalkozó létben ez bizony nem így működik. Tehát nem tudsz alkalmazottként olyat nyújtani, vagy kényszervállalkozóként, hogy szeretettel nyújtsad, és szükségük legyen az embereknek. Ezt a szabad vállalkozásban tudod nyújtani. És ha az embernek van szabad vállalkozása, akkor azt úgy kell kialakítani, hogy ez működjön, a szeretettel olyat nyújtani másoknak, amire az embereknek szükségük van. És ha ezt tudod így nyújtani, akkor lesz elég pénzed. Ez ennyi. Na most, de olyat nyújtani, amire szükségük van. Akkor nézzük meg. Ugye az, hogy szükségük legyen az embereknek dolgokra, tudniuk, tudni kell, hogy mire van szükségük. Tehát az embereknek szükségük van levegőre, nem? Vízre, ezt ugye be is tudják szerezni. Élelmiszerre, ezt is be tudják innen, onnan, amonnan szerezni, nem? Ruhára, azt is be tudják innen, onnan, amonnan szerezni, nem? Rengeteg élelmiszerbolt van. Rengeteg ruhás, ruhaüzlet van, rengeteg, érted? Az embernek szüksége van fedélre a feje fölött, ezt, hogy ki hogy oldja meg, hogy övé, vagy bérli, vagy lakás, vagy családi ház, ez most ebből a szempontból részletkérdés. Ugye azt az emberek valahogy megoldják. Van, akinek nagyobb igénye van ebben a kapcsolatban, van, akinek kisebb,
De valamennyi idő után általában megoldják az emberek. Nyilván ezek olyan szükségletek, ami van. Na most van még egy dolog. Tehát vajon az embernek nem létszükséglete lenne a boldogulás? Tehát nem. Tehát az a természetes, hogy szenvedjünk, ameddig élünk, ilyen arca. Érted? Ez kell. Érted? Ez. A boldogulás nem létszükséglet véletlenül. Nem tudom neked, milyen volt a gyerekkorod. Ha szuper, jó volt, örülök neki. Érted? Nekem mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt. Érted? Tehát melyik szerinted a jobb gyerekkor? Amikor az ember jól érzi magát egész gyerekkorban, vagy az, hogy már gyerekkorban se boldog. Érted? Tehát így visszatekintve a gyerekkorra. Hát basszus kulcs, nem csak a gyerekkorra fogsz visszatekinteni, hanem a felnőtt korodra is. Érted? Ha egy kicsit már, mit tudom én, pár tíz éve már felnőtt vagy, akkor már arra is vissza tudsz tekinteni. És rá tudsz tekinteni, hogy milyen volt. Én hála Istennek a felnőtt koromat úgy éltem meg, hogy soha nem volt olyan, hogy azt mondtam volna, hogy szeretnék még olyan korú lenni. Érted? Soha. Tehát, hogy milyen jó volt akkor. Soha. Érted? De tudod miért? Mert én 91-ben kezdtem el szabad vállalkozóvá válni. Érted? 91-ben. És mindent annak köszönhetünk. Mindent, szó szerint a család. És azóta nem egy lehetőséget kellett kihasználnom, ami elém került, mint szabad vállalkozás. A kellett, az nem volt számomra nyűg, nehogy azt hitt. Szóval, miért az az élet a minta számodra, amit a nem szabadok élnek? Miért? Miért nem akarsz boldogulni, könnyen boldogulni az életedben? Tehát most gondold végig, minden ember szeretne boldogulni, csak a bolond nem. Nem? Hát csak egy kérdés van, hogy vajon mennyit tesz érte az ember, hogy boldoguljon? Ez a kérdés. Tehát most itt van ez a 10 életterület, gondold végig. Hogyha ezeken a 10 életterületeken az emberek boldogulnának, akkor ez egy jó bolygó lenne. Érted? Akkor az azt jelenteni, hogy nem egy ilyen világunk lenne, mint most van. Érted? Meg ami felé haladunk. Hanem egy olyan világ, ahol az emberek tök jól érzik magukat. Érted? És nem mindig a hibákat keresik. Azzal foglalkozunk, hogy az emberek tegyenek azért, hogy boldoguljanak az életükben, és ez tudás nélkül nem működik.
Tehát most gondold végig, ha képes vagyok arra, hogy bármelyik területen a 10-ből, ami páratlan a bolygón, még egyszer mondom, coachingoljak valakit. Bárkit. Bármelyik területen. Akkor lehet, hogy van a birtokomban elég sok tudás. Ma megnézed, gyakorlatilag a bolygón senki nem tart annyi képzést, mint én. Oké? Ami azt jelenti, hogy mást, és mást, és mást, és mást. A legtöbb ember, aki tart annyi képzést, mint én, ugyanazt tartja. Na nézd meg egy egyetemi tanárt például. Ugyanazt tartja. Vagy egy tanárt, bármilyen iskolában. Ugyanazokat tartja rendszeresen. Legalább évente. Csináltunk, nálunk a képzések úgy mennek, hogy körforgásba. A körforgás azt jelenti, hogy vannak a nagy témáink, és akkor ismétlik egymást, vagy ismétlik egymás után, tehát nem ismétlik egymást, hanem jönnek egymás után, és akkor egy idő után újból kezdődik, nem tudom világosan. A legrövidebb intervallum az azt hiszem másfél év volt. Utána 2 év, tehát 14 évvel ezelőtt indultunk, másfél év, 2 év, 3 év. És most az Isten tudja. Ez a negyedik ciklus. És most már több mint 6 évnél járunk. Érted? Ami azt jelenti, hogy egyre több tudást tudok átadni abból a 25 területből, ami körbeforog. De eleve nem is 25 területtel indultunk, csak úgy mondom. Mert közel nem volt 25 terület. Tehát, de miért mondom ezt? Mert gondold végig, logikusan próbálj meg gondolkodni. Hogy ahhoz, hogy az ember ezeken a területeken boldoguljon, 2 nagyon fontos dologra van szükségre. Tudásra és támogatásra. Érted? Ezt így kompletten, hogy te minden területtel tudjál bánni az életedben, sehol máshol nem kapod meg. Megkaphatnád úgy, hogy egyik szervezetnél az egyiket, másiknál a másikat, a harmadiknál a harmadikat, és a gatyádat oda költenéd. Tandíjra. De támogatást nem kapnál. Ugye miért kell támogatás, mikor elakadsz, akkor kapjál segítséget, hogy tovább lendülj. A támogatás akkor tud létrejönni, hogyha van egy közösség. Közösség akkor tud létrejönni, hogyha annak a közösségnek van egy szervezeti rendje és felépítése. Világos ez? Tehát szervezeti rendje és felépítése. Tehát az nem közösség, aminek nincs szervezeti rendje és szervezeti felépítése. Az nem közösség. Nekünk van szervezeti rendünk is, meg közösségünk is. Akkor beszélhetünk közösségről, ha rendszeresen összejárnak az emberek. Ugyanabban az időpontokban. Nem össze-vissza, ugyanabban az időpontokban. Akkor beszélhetünk közösségről, hogyha nem átjáróház, hanem kicsi a fluktuáció. Nálunk átlagosan a fluktuáció 5% alatt van. Semmilyen szervezetben nem találsz ilyen kis fluktuációt. Még a munkahelyeden sem. Oké? Okay. Tehát miért mondom ezt?
Mert ez egy olyan szervezet, ahol hozzájuthatsz ahhoz a tudáshoz, ami ahhoz kell, hogy az életedben boldogulj. És úgy, csak úgy hozzáfűzném, hogy nem véletlenül vagy itt. Tehát mi azzal foglalkozunk, abból keresünk pénzt, hogy az embereket hozzásegítjük a tudáshoz. Ezt a tudást én adom át. Oké? Tehát mondhatjuk azt, hogy én vagyok a termék, a szolgáltatás. Mert én nyújtom a tudást. Nem, mit tudom én, 100 ember tartja azt a mit tudom én hány száz vagy ezer órát, érted, amit tartunk, hanem én egyedül. Ezáltal olyannal se fogsz találkozni, hogy az egyik tanár ezt mondja, a másik meg azt. Vagy az egyik ember ezt mondja, a másik meg azt. Tehát a tudás az megtalált téged. És ez nem véletlen. Tehát, hogyha te nyitott vagy a tudásra, az a nem véletlen. És az, hogy megtalált, az sem véletlen. És gondold végig, lehet, hogy ezt nem hiszed el, és túlságosan spirituálisnak fog tűnni. Amit te gondolsz, amit te teszel, arról információkkal rendelkeznek, illetve egy bizonyos lény rendelkezik információval. Ugye? Ezt úgy hívják, hogy a lelked az egy energialény. Tudtad? Hogy a lelked az egy halhatatlan energialény. Méghozzá egy szuper intelligens energialény. A testednél sokszorosan intelligensebb. Oké? Na most akkor nézzük tovább. A lelked kapcsolatban áll a teremtőddel. És ezáltal minden, amit gondolsz, cselekszel, azt a teremtőd tudja. És ő elképzelte azt, hogy ide irányít. Megszervezték azt, hogy találkozz velünk. Szerinted ez véletlen? Az életben semmi nem véletlen egyébként. Semmi nem véletlen, amit megéltél az életedben. Semmi. Mindent okkal éltél meg. És ha bárki találkozik az én előadásommal, az sem véletlen. Annak úgy kellett lennie. És azt megszervezték. De te, mint ember, szabad akarattal rendelkezel. És te nyugodtan mondhatod, hogy kit érdekel a Szedlacsik Miklós előadása. Meg szervezete. Meg tudás átadása. Mit érdekel? Nyugodtan mondhatod. Szabad akarat van. Csak tudod, én azért nem ellenkeznék a saját teremtőmmel. Én nem. Nem is szoktam. Oké? De te azt csinálsz, amit akarsz. Nekem mindegy. Miért? Gondold végig, ennek a szervezetnek van egy küldetése. Az a küldetése, hogy egy sokkal jobb világot kell létrehozni. És ebben mi vagyunk az útmutatók, az iránymutatók. És ez azt jelenti, hogy ha tesszük a dolgunkat, akkor lesz egy jobb világ. Ha nem, nem lesz. Nem lesz jobb világ. Ami azt jelenti, hogy megyünk a saját szakadékunk felé, mint emberiség. Szó szerint. Ezt lehet, hogy elég jól látod.
Tehát az emberek, mondhatjuk úgy, hogy minimum a teljes rabszolgasors felé haladnak. Ez a minimum. Most akkor gondold végig, hogy milyen világot akarnál? Tehát mi azzal vagyunk megbízva, szó szerint, a teremtőnk által, hogy tegyük a dolgunkat, és minél több ember tudáshoz, eltitkolt tudásokhoz juttassunk. Tehát én tudom közvetíteni az eltitkolt tudásokat. Most gondold végig, azért olyan képességeim vannak, hogy benned felmerül egy kérdés, vagy az emberekben, akik hallgatnak, felmerül egy kérdés, amire nem tudják a választ, mondjuk az élet és az ember működésével, és nekem nem mondják el, és elmondom a választ. Érted? Mondjuk előadás közben. Úgyhogy lehet, hogy ez nem is tartozik a témához, és mégis. Tehát lehet, hogy nem vagyok átlag ember. És ez nem nagy képűség, ezek tények. Oké? Tehát olyan dolog, ami az élet és az emberismerettel kapcsolatos, mondjuk tételezzük fel, mondjuk még nem hallottam róla. És mondasz nekem arról 5 mondatot, és mondjuk 3 percen belül kiegészítem mondjuk 50-nel. 50 mondattal. Érted? Tehát ami az élet és az ember működésével kapcsolatos. Na most gondold végig, hogyha rendelkezem ilyen képességekkel, lehet, hogy tudok neked tudást adni? De mondom, keresd még egy olyan embert a bolygón, aki ezen a 10 területen tud coachingolni, nem fogsz találni. Tehát semennyi pénzért nem fogsz találni. És akkor gondold végig, van egy olyan rendszerünk, ami ki van alakítva, hogy bárki megfizethető áron tanuljon. Most gondold végig, óránként mondjuk 430 forintért tanulni, hol lehet? Hát a gyerekedet, aki mondjuk elsős, nem korepetálnak ennyiért óránként. Még egy másik gyerek se. Nem vagy egy felnőtt. Jó, ettől eltér az első hónap, az 660 forintra jön ki óránként. Egyébként 30 óra képzésünk van egy hónapban. És rendszeresen szerdán és vasárnap vannak a képzések. Minden szerdán, minden vasárnap. Ettől most eltért, ugye, az ünnepek, mert át kellett rakni szombatra a vasárnapot. Ugye, mert pont a szilveszter meg a karácsony esett bele. És hogy az ne essen bele. De egyébként egész évben folyamatosan, szerdán és vasárnap vannak a képzések. Tehát van egy olyan közösségünk, ahol jól érezhetnéd magad, és ez az eleje az egésznek, érted? De az ember elkezdje magát jól érezni. Tehát legyen egy olyan hely, ahol szívesen fogadják. Érted? Ahol például, ugye mi úgy üdvözöljük mindig egymást, hogy megöleljük egymást. Ami ugye nem mindenhol működik. Nem mindenhol. Tehát akár vadidegen emberek is erre képesek egymással szemben. Akik akkor találkoztak először. Érted?
Tehát nem kellene működtetni a, megtanulni és működtetni a szeretetet jobban az életedben. Nem kellene. Nem kellene több pénzt keresni. Gondold végig, ugye nekünk miből van a bevétel? A tandíjakból. És a tandíjak 76%-a van jelenleg kifizetve jutalékban. A tanulóknak, akik hoznak tanulókat. 76%-a. Érted? Ez nem azt jelenti, hogy hoz valaki és kap 76% jutalékot a tandíjból, nem. Ennyi van felosztva. Azoknak, akik részt vettek annak az illetőnek a szervezésében, közvetlen vagy közvetett forrásból részt vettek. Tehát eleve megnézed, hol találsz még olyan szervezetet, ahol a bevételének a 76%-át kifizeti a közreműködőknek. És ez valami 40-valahány százalékról indult a múltban, 14 évvel ezelőtt. Oké? Okay? Tehát ha úgy látod, hogy van egy értelmes hely, ahol lehetne fejlődni, akkor várunk szeretettel. Jó? Ha úgy látod, hogy még esetleg kellene egy kicsit több információ, akkor a szünet után beletekinthetsz a képzésbe, ha újként olyan emberrel nézted az első részt, aki már tanuló. Hát ha úgy láttad, hogy nem érdekel ez a dolog, nem kell ezt az emberiséget megmenteni, nem kell ezt a bolygót megmenteni, mert ez működni fog, hát akkor azt csinálsz, amit akarsz, akkor is szeretünk, de akkor elköszönünk tőled. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, csinálunk 30 perc szünetet, és 30 perc szünet után folytatjuk a párkapcsolati coach képzésünket. Szeretlek benneteket, sziasztok!